Elindulunk az első családi nyaralásunkra Anna babával. Hévízre fogunk menni, körülbelül 3 óra az út innen Kecskemét katonateleptől. Úgyhogy meglátjuk, hogy a kis csaj hogy viseli, illetőleg, hogy élvezni fogja ezt az 5 napot. Több mint 3 órás autót a cicu. Szó nélkül bírtak. Hungarikum Souvenir Shop. Vehetnék valami magyaros emléket, cicu. Deák Ferenc a haza bölcse. 1803-1976-ig. Milyen jó az a kabozontos szemöldökökkel. Nem tudom, holnap fog esni, de hogyha nem, akkor kezdhetnénk itt a hévízi tófürdőn. Mit szólsz, szívem? Jó, legyen. Gombás tokány volt a vacsora. Neked pedig valamilyen spagetti, egészen elégedettek vagyunk vele, és hát Anna babám nagyon úgy érzi, hogy ő is idejülne becsatlakozni. Itt vagyunk a tófürdő bejáratánál Hévízen, és hát eléggé esik az eső. Úgyhogy reméljük, hogy ez a tó valóban meleg. És annyira esik az eső, hogy Anna babára most raktuk fel először az esővédőt. Szia Anna baba, itt vagy a hévízi tófürdőnél. Nagyon boldog vagy, ugye? Pár évvel ezelőtt egy Alfa City után voltunk itt Keszthelyen a Festetics kastélynál, és szerintem majdnem pont ugyanitt álltunk a 47-essel. Itt van Anna baba! Szia Anna baba! Most összesen annyi a tervünk, hogy sétálunk a kertben. 2 évvel ezelőtt voltunk bent is, és egy egész napos program volt, amit nagyon-nagyon élveztünk. És akkor arról van is videó. És persze akkor még nem sejtettük azt, hogy mikor legközelebb itt járunk. Akkor babakocsival járunk itt, igaz, Anna baba? Jaj, te köze meg, Somi, aztán így áll, szívecski. A Festetics kastély az most is lélegzetel állító, mint ahogyan múltkor is az volt. Mi az, ami neked erről a kastélyról még eszedbe jut, Brigi? Állatkert.
állatkert. Igen. Meg van egy nagy növényház, ugye ott arra a részen. Azon a részen meg van hintó kiállítás, meg vasúttörténeti múzeum. A Versailles kastélyhoz hasonlítottam, hogy meg a Versailles kastély sokkal nagyobb, meg sokkal nagyobb parkja van neki, de hasonló. Az hatalmas élmény volt, de soha nem volt még sehol, ahol akkora tömeg lett volna, mint az egész világ. 2019 nyara óta rengeteget változott. És panaszol, nincs sok, hála Istennek. Úgyhogy hát erre is gondolunk most itt a Festetics kastély kertjében. Na de most már irány haza, mert fürdés time van. Ez egészen közel itt van, Sümeg, és ide jöttünk el egy gyors délelőtti kirándulásra. Itt ez a gyönyörű templom, és egy kicsit fordulunk csak erre, akkor itt lent látszódik a püspöki palota, ugye? És fönt pedig a sümegi vár ott a távolban. Szia, szívecskén, de szeretlek. Szia, Manó! Tudunk egy kafét? Ismét hévíz, most valamivel jobb idő van, mint tegnap, ugyanis nem esik az eső, úgyhogy megint bemegyünk a tófürdőbe. Most megyünk kávézni, és Prigivel szétnézünk a szuveníreseknél is. Hévíznek egyfajta jelképévé vált ez a kék templom. Ez a kék templom persze nem a hivatalos neve, mert ha jól tudom, Szentlélek templom a neve, ez egy római katolikus templom. Csak hát ilyen szép világos kék színe van, ami gyönyörűen mutat a nyári mélykék égbolt mögött, úgyhogy, vagy előtt, úgyhogy hát ezért mindenki kék templomnak becízi. A különlegessége a rengeteg torony, ami az égbe tör ezen a templomon.
nem annyira régi, úgy olvastam, hogy 99-ben épült. Viszont tényleg gyönyörű, és ami nagyon tetszik, hogy Héviznek egy ilyen kiemelkedő helyén van, úgyhogy nagyon-nagyon jól látható. Finom volt. Itt ettem először áfonya fagyit, ami csak áfonya. Az Eszterházi az nagyon diós volt, a pisztácia meg nagyon... Pisztáciás. Nagyon pisztáciás. Én nekem nagyon ízlet az Eszterházi. Tudom. Holnap megyünk haza. Ki gondolta volna, hogy ilyen gyorsan eltelik ez a pár nap? Hogy érezted magad? Jó. Sőt, az elején, mikor idejöttünk, és hát nem voltunk teljesen elégedettek az időjárással, meg a szállással se, akkor kicsit megijedtem, de így utólag azt mondom, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy volt egy nap rossz idő, meg volt utána jó idő, mind a kettőért, mert tulajdonképpen két oldalát láttuk Héviznek, és rossz időben is aranyira élvezhető az a tó, a fedett részekkel, jó időben is élveztük. Amikor rosszabb idő volt, akkor érdekesebb volt kimenni, mert ott egy kis pára volt a víz fölött, és az gyönyörűen nézett ki. De egyébként jó időben pedig óriási élmény, hiszen kintre lehet menni, bentre, nagyon tetszik ez a Anna baba uzsonnázott. Igaz?